Az embereknek kézenfekvő feladat lehet egy portré megrajzolása, de a robotok számára az ilyen jellegű feladatok még ma is kihívást jelentenek. A Stuckiban olyan demonstrációt fejlesztettünk, amellyel egy ilyen rajzolási feladatot mutatunk be, hogy milyen mesterséges intelligencia módszereket lehet hozzá használni. A demonstráció során lefényképezünk egy embert, a fényképet gépi tanulás alapú algoritmusokkal feldolgozzuk, majd az eredményt a robot számára is érthető vonalakká és görbékké alakítjuk. Ezután egy kollaboratív robotkar az utasításoknak megfelelően megrajzolja a portrét. A képfeldolgozás első lépéseként egy erre a célra tanított neurális hálóval felismerjük az arcot, és eltávolítjuk azokat a részleteket, amik nem az archoz tartoznak. A következő lépésben egy másik neurális hálóval azonosítjuk, és kiemeljük a jellegzetes arcvonásokat, arcéleket. Ezek a számítások a Stucki egyik nagy teljesítményű szerverén futtak, kihasználva a grafikus kártyák nyújtotta plusz teljesítmény. A számítások eredménye a robot által rajzolandó egyedi kontúr, amit vektorizálunk, azaz vonalakká és görbékké alakítunk. Így már a robot számára is értelmezhető lesz a feladat. A rajzeszköz felemelésekor elveszített időt szeretnénk minimalizálni, ezért egy sorrendtervező modullal meghatározzuk a vonalak optimális sorrendjét, így a rajzolást a robot a lehető leggyorsabban hajtja végre. A rajzoláshoz az Universal Robots kollaboratív robotkarját választottuk, ezt több ipari kutatásunkhoz is használtuk már. Ezt a robotkart úgy tervezték, hogy emberek környezetében is maximális biztonsággal és precizitással végezze a munkáját, anélkül, hogy az emberekre veszélyt jelentene. A robotot hálózaton keresztül vezéreljük, 8 millisekundonként küldjük a rajzolandó vonalak pontjait. A robot hagyományos táblafilccel rajzol, és hasonlóan egy rajzoló emberhez állandó erővel kell a filccet a táblához nyomnia. Ezt úgy éri el, hogy egy erőszenzor méréseit folyamatosan visszacsatolva módosítja a pályáját, így lényegében az emberi finommotoros készségeket utánozza. Hiszünk benne, hogy az ilyen és ehhez hasonló demonstrációkkal közelebb hozzuk az emberekhez a csúcs technológiát használó komplex mérnöki rendszereket, és azt is megmutatjuk, hogy a mesterséges intelligencia szó mennyi különböző technológiát jelent.